Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Profétája által így vigasztalja népét az Úr. Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között, amelyet ti megszentségtelenítettetek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, mondja az Úr, az Isten, amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak titeket a népek közül, összegyűjtelek minden országból, és visszaviszlek saját földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, és minden bálványtól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Abban az országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, és az én népem lesztek, én meg a ti istenetek leszek. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép béneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, ime a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek. Összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobban. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat. Városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz, a menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltó. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Szent Pál azt mondja egy helyen, a betű öl. Ezekiel prófétának ezt a részletét, amit most hallottunk a Szentmise első olvasmányában, olvastam úgy magyarázni, hogy a régi szívünk nem használható többé semmire, azt el kell dobni, Isten új szívet ad egy másikat. Valóban itt az van, hogy új szívet adok nektek, kiveszem testetekből a kőszívet és hús szívet adok nektek, de én nem hiszem, hogy ezt úgy kellene betű szerint érteni, hogy az eddigi szívünk, vagyis eddigi belső világunk, az mindenestül el lesz vetve, el lesz dobva. Isten soha nem dolgozik így, hogy eldobja azt, amit megteremtett, és valami más csinál a helyébe, hanem mindig abból indul ki, ami már van, és ha el van rontva, akkor beépíti az elrontást, a tragikumot is beépíti az ő tervébe, és egy olyan új tervet alkot. Így látjuk az emberiséggel, hogy emberiséget megrontotta a bűn. Isten nem elvetette ezt az emberiséget, hanem a
bűn és a következtében járó szenvedés és halál beépítésével alkotta meg számunkra az üdvösséget a kereszt jegyében és a föltámadás jegyében. Tehát Isten nem úgy jár el, hogy egyszerűen eldobja, amit egyszer megalkotott, mert azt valaki elrontotta, hanem úgy jár el, hogy beleépíti egy újba, egy nagyobba. Ez a beleépítés, ez magában foglal egy halált, de magában foglal egy föltámadást is. És ami új szívünk, amit Isten ad, az azt jelenti, hogy keresztül megy a mi belső világunk Jézus kereszt halálának és föltámadásának eseményén. Tehát van egy nagyon radikális szakítás ebben, ami tényleg fölér egy halállal, amikor az ember föladja az eddigi életvitelét, föladja az eddigi gondolkodásmódját, és valami újat fogad be. Ez radikálisan új, joggal nevezi a próféta új szívnek ezt a nagy erejű képet. Tehát nem úgy kell érteni, hogy Isten egyszerűen elveti az eddigit és újrakezdi. Ez egy emberi dolog, hogy papírkosárba dobom, amit eddig csináltam, és most elkezdek valami újat, mert nem vagyok vele megelégedve. Isten soha nem dolgozik így. A mi szívünk, a mi emberi lényünk, a mi belső világunk, a mi pszichés világunk, az megmarad a kegyelem hatása alatt is, de amikor valóban Istennek adtuk, akkor végbe megy benne egy halállal egyenértékű változás, és egy föltámadással egyenértékű változás. Figyeljük meg az evangéliumban, milyen hasonlatot használ Jézus az Isten országára, mint amikor egy király lakodalmat rendez. Tehát valami új lép be az emberi történelembe, valami, amiben részt kell kérni, részt kell venni rajta, el kell jönni, és megfelelően föl is kell készülni, menyegzős ruhák, de valami, amit Isten készít, Isten ad, nem az ember csinálja, és ugyanakkor valami, amiben nekem aktívan részt kell vennem. Az az érzésem, hogy a radikális újdonságot kicsit jobban tudatosítanunk kellene. Néha hajlamosak vagyunk úgy felfogni a lelki életet, hogy ez nem egyéb, mint öntökéletesítés. A volt veszprémi érseknek, Szendi József atyának hallottam erről egy előadását, amikor idézte Tóth Tihamér hasonlatát, hogy ugye olyan a keresztény jellemalakítás, mint amikor egy szobrot kifaragnak egy kőtömbből. Faragni kell, lehántani mindazt, ami nem jó benne, és ami visszamarad, az a szobor. És utána azt mondta, hogy nem, ez egészen rossz ez a hasonlat, ez nem fejezi ki azt, hogy miről van szó, mi nem faragcsálunk magunkon, hanem mi átadjuk magunkat valakinek, egy élő valakinek, az élő Krisztusnak, és ahogy ő átjárja az életünket, úgy alakulnak ki aztán a keresztény erények. Van persze Tóth Tihamér hasonlatában is egy nagyon jó elem, és pedig az, hogy itten dolgozni kell, elszántság kell, nem nyugodhatunk bele abba, ami van, mert akkor sose lesz szobor. Ez idáig jó. Tehát aktivitás kell, el kell menni a menyegzőre, föl kell ölteni azt a menyegzős ruhát, nem működik máshogy a dolog, passzívan nem lehet fogadni, de mikor aktívan elfogadtam, akkor még mindig ajándék, és még mindig Isten műve, nem az enyém. Új szívet adok nektek. A szentgyónások akkor hatékonyak, hogy ezzel a hittel megyünk a gyóntatószékbe, és új szívet kapok. Ez nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy az én eddigi pszichés tulajdonságaim azok el lesznek vetve, és valami egészen másik ember leszek. Nem, én az leszek, aki voltam, még a rossz szokásaimnak a terhét is cipelem magammal, de mégis létrejött bennem valami új, kaptam valami újat, amit nem én hoztam létre, valamit, amit Isten rendezett meg nekem, Isten készített nekem, és el kell fogadnom, és abba kell beleélnem magamat.
hogyha nem ezzel a hittel kezdjük el az új életet a feloldozás után, akkor nem lesz honnan merítenünk, megint csak önmagunkból akarjuk meríteni az újat, és onnan nem jön. Istenből jön, abból, amit Isten helyezett belénk, és el kell hinni, hogy bennünk van a győzelem a rossz szokásaink fölött, az Isten képmási megújulás, a mennyei dicsőség visszatükrözése egy gyarló ember arcán. Kérjük testvéreim, a mindenható Isten, minden világosság Atya, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit. Adj, Urunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ Szent Fiad evangéliumát. Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, ami Urunk által.